A vízminőség ellenőrzése a biztonságos strandolás érdekében is fontos, a megyében is több helyen fürdőzhetnek a Tiszaparton. A szabadvízű mellett a mesterséges strandoknál is komoly előírások vannak, de természetesen a fürdőzőkre is vonatkoznak szabályok. A témáról részletesen beszélgetek dr. Kerékgyártó Judit osztályvezetővel a szabolcs már berek megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának képviseletében. Köszöntöm a stúdióban! Köszöntöm és nézzük is a nézőket is! Is. Mit jelent az, hogy biztonságos strandolás? Hát a biztonságos strandolás az ugye két, két oldalról közelíthető, meg egyrészt a vízminőségi oldaláról, másrészt pedig a strandoknak a infrastruktúrális oldaláról. Mind a kettő oldalt vizsgálják a szabasztrandok vonatkozásában a kollégák szezonnyitás előtt, hiszen a strandok csak engedélyen rendelkező strandok lehetnek. Minden éven helyszíni szemlelőzi meg a strandnyitását, több hatóság szakemberei együtt végzik ezt a vizsgálatot. Többek között megvizsgálják, hogy bójával kijelölte a vízfelület, ahol a strandolás zajlik. A meder, átvizsgálták-e a meder, vízmedret, abban a tekintetben, hogy semmiféle idegentest ne legyen, ami később sérülést okozhat. Természetesen az infrastruktúráis feltételeket is megvizsgálják a kollégák, hogy felújítások, rekonstrukciók megtörténtek-e, kellő számban rendelkezésre áll -e, a szociális blokk, kézmosási, a vízi használati lehetőség, öltözési, zuhanyzási lehetőség, hulladéktárolási lehetőség, a játszótereket amennyiben működnek, biztonsággal lehet-e használni, és természetesen azt is vizsgálják, hogy az információs táblák, ami a vendégek tájékoztatását szolgálják, kellő tartalommal vannak-e felruházva, hiszen a vendégek részére mindig tájékoztatást kell adni a vízhőmérsékletről, a levegőhőmérsékletről, az UV-sugárzásról, és az első a feltételeiről is, amelyet ott a személy és tárgyi feltételek vonatkozásában a kollégáink megvizsgálnak. És a másik nagyon fontos téma ugye a vízminőség. Természetesen csak akkor nyithat meg egy szabad hogyha a víznek megfelelő a minősítése. Ezt akkreditált vevő vizsgálja, egyrészt mikrobiológiai célról, célból mintát vesz a vízből, másrészt pedig megvizsgálja a fizikai szennyeződések tekintetében és a biológiai élővilág tekintetében. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy minden egyes szabastrandnak a vízminősítése megfelelő. Én gondolom, hogy azért a strandok és a szabad strandok üzemeltetőit, Azért nem lepé meg, hogy amikor szezonnyitás közeledik, hogy a szakemberek megjelennek és ezeket az ellenőrzéseket elvégzik, ezek mennyi időt vesznek igénybe. Egyébként tehát a, a szezonnyitást megelőzően mennyi idővel érdemes ezeket elvégezni. A szabadsandók vonatkozásában szezonnyitás előtt 30 nappal kérelmezni kell az üzemeltetőnek, jelezve, hogy megkívánja nyitni a szabadsandót. Amikor a kérelem beérkezett, a kollégáink egyeztetnek a hatóságokkal, és 30 napon belül megtörténik a szemle, és 21 napon belül pedig a mintavételezés és amikor a megfelelő mintavételezés eredménye megérkezik, illetve mindent rendben találnak a kollégánk, akkor kapják meg a nyitáshoz az engedélyt. Ha nem találnak mindent rendben, akkor nem nyithat meg természetesen a strand. De akkor nyilván újabb Persze, vizsgálatok. Perce. Így van, így van. Határidőt kap az üzemeltet, ha megkívánja nyitni, határidőt kap a hiányosságok pótlására, és ha hiányosságokat pótolta, a kollégák utóellenőrzik, és utána nyithat meg. Milyen számadatra kell itt gondolnunk megyei vonatkozásban, strandok, szabas strandok? 11 szabas strand van a megyében. Ezek közül kettő Tópartján, ugye a Leveleki Tópartján van egy és a, a Sóstói Tópartján, egy a Tisza holtága mellett Tiszadobnál, és a többi pedig a Tisza folyó mentén található. Mennyire népszerűek ezek a szabad strandok egyébként a fürdőzők szemében? Egyre inkább népszerűbbek, én úgy gondolom, egyre többen veszik igénybe a szolgáltatásaikat, kiemeltem ugye Gerge Jugornyán, ahol ugye elég nagy, nagy élet is, igen, 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 igen. igen. A maga a vízminőség, ha egy kicsit országosan is nézzük, mit tud produkálni, vagy a mi vizeink mit tudnak itt a megyében produkálni. Abból a szempontból egy kicsit hátrányos helyzetben vagyunk, hogy ugye folyóvizek mentén vannak a szabastandjaink. Ha ezt uniós vonatkozásban vizsgáljuk, és ugye ez a minősítési rendszer, ez unió uniós szabályozáson alapul, azért az unióban tengerpartok vannak zömében, ahol egy kicsit stabilabb a vízminőség, hogy így fejezzem ki magam. A folyónál azért egy-egy árhullám, egy-egy áradás negatívan tudja befolyásolni a vízminőséget, de mint ahogy ez a negatív vízeredmény hirtelen jön, ez meg is gyógyul, úgymond, tehát normalizálódik a helyzet, úgyhogy mindenki nyugodt szívvel most, 2018-ban nyugodt szívvel tudja használni ezeket a standokat, mert megfelelő a vízminősége. Ezek az adatok közhitelesek, vagy közé vannak téve. Országos szinten tudunk róluk tájékozódni az Országos Közegészségügyi Intézet honlapján, www.oki.hu, de aki a helyi szabastandok vízminőségére kíváncsi, a kormányhivatal honlapján napra készen közé vannak téve az eredmények. A megyékben, megyénkben működő mesterséges strandok mellett azért a szabad strandokat is, én úgy gondolom, hogy nem csak a megyében élők használják. Tehát a környező országokból is igen, sokan jönnek hozzánk, akár éppen ebből a célból. Lehet ennek valami olyan oka, hogy esetleg náluk más a helyzet ilyen szempontból? Hát én a környező országoknak a vízminőségi helyzetéről nagyon beszámolni nem tudok. A mi vizeinknek a, a palatonra, hogyha különösen kitekintünk, akkor kiváló a vízminősége. Tehát ebből a szempontból igen, nagyon várjuk a külföldi turistákat és biztonsággal jöhetnek ide strandolni. És a Tisza más országban lévő szakaszainál? Ugyanezt mondhatjuk el, mint itt szabolcs szatmár megyében? Hát ezekről a mi hatóságunknak információi nincsenek. A, azért van, hogy fertőzést kap egy strandozó. Mm. Tehát hogyan, hogyan tudjuk mégis ezeket elkerülni, ezeket a fertőzéseket? Hát nagyon a folyóvíznek a sajátossága miatt abból ugye nagyon ne fogyasszunk, ne nyíljunk, ne nyeljünk, de a... Mikrobiológiai szennyeződéseket vizsgáljuk a mintavételezések során, és mikrobiológiai szempontból megfelelőek, tehát nem igazán jellemzőek. Pláne, hogy, ugye, hogyha vízeredetű lenne egy ilyen fertőzés, akkor nagy számban jelentkeznek, nem csak egy-egy elszort eset, és ilyenről nincs tudomásunk. Azok a szabad strandok, amelyek itt a, a megyében működnek és fogadják a, a fürdőzőket, ennek mióta működnek? Hát több évtized, de azt kell, hogy mondjam, tehát van, ami 1994 óta is működnek, tehát ezek már rég múltra tekintenek vissza. Voltak olyan évek, amikor egy-egy árhullám miatt nem nyitottak meg, vagy későn nyitottak meg, de alapvetően ezek közismertek a fürdőzőkörébe is, és több éves múltra tekintenek vissza. Az üzemeltetők pedig már rutinnal bírnak ezeknek a működtetésében az egészségügyi és biztonsági szempontok változnak-e oly mértékben, hogy esetleg eszközölnie kell az üzemeltetőknek, az üzemben tartóknak bármilyen dolgot a strandon. Természetesen közzé van téve, hogy hogyan kell kulturáltan a strandokat használni. Minden, a azért veszélyesebb, mint egy medence, tehát itt a kisgyerekekre a szülők vonatkozásában sokkal nagyobb felelősség hárul. Természetesen a szabas strandot igénybe vevők létszámának függvényében egy elsősegény ládától kezdve a folyamatos orvosi jelenlétig a meghatározott létszámhoz kötve előírásokat Kell betartani az üzemeltetőknek e tekintetben. A nem szabad strandokkal ellentétben a mesterségesen kialakított fürdőhelyek, strandok, Hasonló vizsgálatokra számíthatnak, bár ott azért mégiscsak más a helyzet. Természetesen ott, ha lehet mondani, még gyakoribbak a vizsgálatok és még gyakoribbak a mintavételezések, mert a szabasandoknál az üzemeltető van arra kötelezve, hogy ezt a monitoringot folyamatosan működtesse. A, a medencés fürdőknél a hatóság is mintavételezéseket folytat. Mikor volt utoljára a példa a megyénkben arra, hogy egy ilyen negatív eredmény, úgy értem, hogy a fürdőzők szempontjából uh -huh. negatív eredmény miatt esetleg ideiglenesen be kellett zárni strandot. Ideiglenesen akkor zártunk be strandot, amikor árvíz, árhullám miatt nem lehetett füldeni. Tehát nem észszerűen ezeket az időszakokban, ezekben az időszakokban látogatás nincs is, hiszen árad a tisza, mindenki látja, veszélyes is, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó kompromisszum van a hatóság és a fürdőzők között, hogy nyilvánvalóan nem mennek oda füldeni, amikor áradás van de a medencés strandoknál? A medencés strandoknál nem volt még arra példa, hogy azért be kelljen zárni, mert olyan mértékű vízminőségromlást tapasztaltunk. A medencés strandoknál könnyebben kezelhető a vízminőség kérdése, hiszen a megfelelő fertőtlenítőszer vagy technológiai beavatkozással rövid időn belül ez megoldódik. A szabad strandoknál ugye az emberi beavatkozástól független a vízminősége. Szeretnek-e a Szabolcs megyei emberek strandolni? Mindenképpen, mindenképpen szeretnek. A Szabas strandjaink és a Merencés strandjaink száma is ezt mutatja, hogy hogy minden éven teltházzal üzemelnek. A Szabas strandok megnyitottak-e már? Egy kivételével igen, a Tisza strand hétvégére várhatóan meg fog nyitni. És valószínű hétvégére a jó idő így is van, így, van, így van, így van. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba Én és köszönöm. tájékoztatást adott nekünk.